Ismerkedjünk meg néhány olyan légkörfizikai folyamattal, amelynek a következménye a feláramlás, tehát felhőképződés. Az első ilyen az úgynevezett összeáramlás a konvergencia. Ilyenkor a levegő áramolhat szembe egymással, de előfordul az is, hogy egymás mellett áramlik a levegő, csak egy kicsit összetartva, az összetartás vonalában torlódás jön létre, a torlódásnál a levegő csak fölfelé tud tovább áramlani, ezért létrejön a feláramlás, Magasbe emeli a talajközeli rétegben átmelegedett levegőt egész addig, míg a telítéség nem hűti, tehát a harmadpontjáig, kicsapódik benne a vízgőz, létrejön a felhő, és ha erőteljes ez a feláramlás, akkor akár csapadék is hullhat belőle.